Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és igen, a Warframe TNA újra megnyitja kapuit. És igen, van egy alliance-unk is. Mindenről mindent meg fogtok tudni. Ugye nemrégiben mondtam, sok videóm alá kérdeztétek, hogy csatlakoztatok a klánba. Igen, mindenki csatlakozhat a klánba, aki szeretne csatlakozni, csak ugye egy klán rendezvény miatt úgy döntöttünk, hogy januártól veszük fel a új tagokat. Januárban lehet jelentkezni tömegével. És van egy alliance-unk is, szóval azok a klánok, amelyek úgy gondolják, hogy szeretnének hozzánk csatlakozni alliance-ba, mert nem szeretnének kilépni a klányukból, mert ők építették fel azt a klánt, és ilyenkor azért nehéz elhagyni valamit, ami szívüknek kedves, de viszont ha szeretnének egy remélhetőleg minél aktívabb alliance-ba, mert jelenleg kevesen vagyunk értelemszerűen, csatlakozni, akkor szívesen várjuk őket, mindazokat, akik nem szeretnék a klánt elhagyni, vagy stb. Vagy szeretnének becsatlakozni az Alliance-hoz, nagyon szívesen várjuk őket. Amit tudnotok kell röviden, mielőtt nagyon belevágok a komoly témába, hogy mert úgy érzem, és fair, és így kell, hogy legyen, hogy tudnotok kell, hogy hova csatlakoztuk, mind Alliance, mind klán szinten, ez így fair, hogy tudnotok kell, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit képviselünk. És mielőtt ez így van, azt tudnotok kell, hogy nálunk a klánban, a TNA-ban és az Alliance-on belül is szabadon bárki meghívhat bárkit a klánba, minden, tehát hoztolhattok dojót, meghívhattok a klánba, meghívhattok Alliance-ba másik klán, így szeretnénk elérni azt, hogy növekedjünk, és igazából ez az opció, én azt hiszem sohasoha nem lesz letiltva a klánba, tehát ha szeretnénk játékosokat a klánba, akkor meg lehet hívni játékosokat a klánba. Viszont egy és nagyon fontos, ha csatlakoztok a klánba, akkor legalább minimum ezt a videót mutassátok meg aznak a tagnak, hogy tudja, hogy hova csatlakozik. És most, kedves Warframe TNA gamerek, illetve Warframe gamerek, akiknek fantáziójukban szerepel a TNA is, velünk álmodnak reggel és este, szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy hova csatlakoztok, és hogy mire számítsatok, mert nem szeretnék a régi nagy klánoknak, régi magyar klánoknak a hibájába esni, mert megértem, hogy stresszesek, megértem, hogy sokan úgy mondják, hogy hát ez a klán inaktív, hát itt nem kaptunk segítséget, és egy Warframe klánt eligazgatni azért megvan a maga a macerája. És ugye más teamen csinálni a TNA-t, más Battlefieldben csinálni a TNA-t, ott már kialakult a rendszer, és könnyebb is volt egy kicsit, mint Warframe-ben csinálni. És most már, hogy a Warframe is része, hogy a TNA-nak így kicsit más dolgokat kellett alakítani, és folyamatosan dolgozunk itt azon, hogy igyekezzünk egy jobb közösséget létrehozni, és folyamatosan olyan dolgokat próbálunk elérni, hogy jobb legyen, hogy ne érezzük mi se, akik vezetőknek mondjuk magunkat ebbe a klánba. Ezt azért nem szeretem mondani ezt a szót, mert szeretem, ha mindenki önálló a klánba egy bizonyos szempontból. Szóval mi, akik így próbáljuk igazgatni etikailag a klánot, mondjuk így, hogy minél olyan dolgokkal jöjjünk elő, ami működhet a klánban, és ez nagyon fontos. Szóval tudnotok kell, kedves Warframe-esek, hogy hova csatlakoztok, hogyha szeretnétek hozzánk csatlakozni. A TNA elsősorban közösséget képvisel, és a közösség, mint olyan, az megpróbál önállóan működni, és egy önállóan feltartható rendszert csinálni. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. Egy közösségnek az élén lehetséges, hogy vannak emberek, de mivel, hogy egy közösség, ezért elvárható, hogy a benne lévő emberek önállóan is képesek működni. Na most a legnagyobb gondom, és most itt őszintén szeretnék veletek beszélni, abból adódott, rengetegen újak vagy kisebb messzi rankosok csatlakoztak a klánhoz, és ez így van rendjén, és szeretnénk, hogyha jönnétek. És ez így van rendjén. A probléma az ott van, hogy azért csatlakoztok sokan a TNA-ba, mert ugye ott vagyok én esetleg, és szeretnétek velem játszani legalább egyszer, vagy beszélni, viszont ez azt eredményezte, és most már másodjára követem ezt el a YouTube videózásom során, ez azt eredményezte, hogy rengeteg játékos jelöltbe, felvettem őket a klánba, ismerősök, stb. Ez azt eredményezte, hogy rengetegen írtok rám játék közben,
és rengetegen akartok velem játszani. Ennyi felé nem tudok figyelni. Sajnálom, de amikor 10-12 ember rám ír, vagy egyszerre, vagy óránként hárman, vagy játékonként hárman rám írnak, rengeteg figyelmemet elveszi, egyrészt a játékról, vagy egyrészt arról, hogy csináljak egy jobb videót, vagy és nem tudok ennyi felé figyelni. Ezért azt most kihangsúlyozom nektek, hogyha amiatt szeretnétek csatlakozni, hogy majd lesz esélyetek játszani velem egy játékot, hogyha a videós miatt csatlakoztok a Warframe Clanhoz, nagyon rossz helyen jártok. Tehát nem lesz jó. Mindenkit visszaülök ismerősnek, mindenkivel beszélek, ha úgy adódik, ha nem válaszolok netán, nem kell a sértődés, mert vagy játékban vagyok, vagy éppen valami olyat csinálok, amitől nincs időm válaszolni nektek. Kettő, van nekünk egy olyan, hogy Warframe TS, és azon a TS-en fönt vannak azok a játékosok, akikkel játszok. Aki fönt van TS-en, azzal játszok. Aki nincs fönt TS-en, sajnálom, srácok, tényleg őszintén sajnálom, de nincs, nem tudok pad felé szakadni. Ez az igazság. Egyszerre csak egy helyre tudok menni, és azokkal tudok menni, akikkel tudok kommunikálni is. Csapatjátékos vagyok, szeretek közösségben játszani, szeretek arcokkal játszani, szeretem a haverokat, akikkel játszok TS-en. Viszont mindez, hogy ez megtörténjen, mi kitaláltuk egy rendszert, hogy eljussatok addig, hogy mi együtt tudjunk játszani. Hogy eljussatok addig, hogy így fasza gémeket tudjunk csinálni, és itt jön a TLA-nak a rangrendszere, ugye? A rangrendszer arra való, hogy lássuk, hogy már ott jársz a játékban, hogy tudsz valamit, és tudod, hogy és szeretsz warframe-ezni, mert eljutottál addig a rangig legalább, és már így is warframe-ezel, nem hagyod abba két hónap után. És ugye a TNL belül létrehoztuk a necromanceri rangrendszereket, ahol a legfölül van a necromancer, aki maga ugye a klánvezér, de az alatt lévő rang az úgynevezett Lich King. A Lich Kinghez vannak ranglétrák, hogyan kell eljutni ezt a ranglétrát, már berekedek, ezt a ranglétrát a Facebookomon találjátok meg. A Facebookon rámentek, ki lesz oda rakva az első posztnak, hogy felülre, ugye kifüggeszve, hogy hogyan kell elérni a Lich King-i szintet. Viszont, aki Lich King szeretne lenni a klánban, az kötelezően fel kell járni a TS-re. Csak és kizárólag akkor leszel Lich King, ha megléped Amazon kötelező lépéseket, amelyek Facebookon vannak, és feljársz TS-re kötelezőszerűen. Azért, hogy megismerjük, hogy tudjuk, hogy kinek adunk egy olyan felelősséget a kezébe a klánon belül, akit ismerünk, vagy akit nem ismerünk. És most jelenleg is a klánon belül olyan emberek vannak Lich King-i pozícióba, akik feljárnak TS-re és tesznek a közösség működéséért. Nem beszélve arról, nagyon sokan csatlakoztak mostanában nagyon magas masteri rangúak. Na most, ugyanezen magas masteri rangúaknak, amilyen masteri rang szintjük van, olyan pozíciót fognak kapni helyből a klánban. Ha netán jön valaki, olyan csatlakozik, akinek 20-as masteri rangja van, mert ilyenre is volt példa, az helyből kaphat Lich King-i szintet, ha feljár TS-re. Ha nem jár föl TS-re, akkor úgynevezett Death Knight lesz, és akkor különösebb feladatokat nem várunk el tőle a klánba, ő ott el van, hozzánk van csatlakozó, csak egy aktív klánhoz szeretett volna csatlakozni, nekünk úgyis megfelel. De ahhoz, hogy Lich King lehess, és a rangodnak megfelelő rangot kapj a klánba, a helyből csatlakozásnál, ahhoz fel kell járnod TS-re. Ez a Lich King-ekre igaz csak, a többieknek azt sem tudakodjuk. Következő nagyon lényeges dolog, hogy nálunk a klánon belül nincs többé kéregetés. Tehát van-e valakinek fölösleges valamilyen? El tudna-e valaki vinni engem egy T valamire? El tudna-e valaki vinni engem erre a bolygóra, mert nincs felgondva? Ilyen, sajnos, srácok, kedves kezdők, ilyen már nem fog létezni. Szóval itt és itt ezen belül a TNA-soknak felhívom a figyelmét, ha ilyesmit láttok a klán chatben, ha csak nem fűződik nektek is hozzá érdeketek, hogy elmenjetek arra az adott helyre játszani, arra az adott küldetésre, akkor ne segítsenek az adott illetőnek. Ez az TNA-ból való egyenes úton való kivezetés.
és lehet csatlakozni akárhol máshova szeretnétek. Szóval azt kell mondjam, hogy ilyeneket nem. Hogyha valaki el akar menni egy helyre, és tegyük fel, Mastery Rank 2-es vagy, de van egy T4 kulcsod, és neked Loki Prime Systems kell, és el akarsz menni T4-re, de tudod, hogy Mastery Rank 2-vel nem bírnád, akkor olyan üzenetet kell beírni a chatre, hogy hostolok, vagy hosting egy T4 Defense. Szeretnék olyan játékosokat, aki addig el tudok menni, de akkor te állod azt a bizonyos T4 Defense kulcsot. Ennyi. Tehát a másik javaslatunk, hogy megkönnyítsük a kezdőknek és az alacsonyabb Mastery rangosoknak az életét. Alacsonyabb Mastery rangosak vagytok. Fogjatok össze négyen, mondjuk mindenki 3-4-5-ös Mastery rangon álltok. Álljatok össze négyen és menjetek el, mert akkor ugyanúgy egyszerre fejlődtök és ugyanazokat a feladatokat kell megcsináljátok és ugyanazokra a nyersanyagokra van szükségetek azon a szinten. Álljatok össze négyen, gyertek fel a TS-ünkre, amit biztosítunk, és menjetek be egy szobába, ami ott van, és játszatok négyen. Álljatok össze kis csoportokba és játszatok négyen. Ez azért van, mert egyrészt én nem tudok hat felé szakadni, a nekromanszereim nem tudnak hat felé szakadni, és a klán fénysebességben növekszik. És nem tudunk ennyi felé szakadni. Nincs ennyi Lich King, és nincs ennyi nekromanszer, sehogy ennyi felé tudjunk szakadni. És mindenki egymásra kell számítanatok, meg kell keressétek egymást, hogy segítsetek egymásnak. Ez a lényege. Mi is ezt csináljuk, csak mi teljesen csináljuk. Feljönnek az arcok teljesen, na máma, mi kell nekünk? Ez is. Akkor ott vagyunk 81 szobában, és akkor megbeszéljük, hogy ki hova megy. És akkor szétszéledünk szobákban, mindenki nyugiban megcsinálja magának a küldetést, visszajövünk egy szobába már megint megbeszéljük, hogy ki hány merre megy, és akkor cserélődnek az emberek, és megint elmegyünk hatféle szobába. És ugyanezt a mi kis közösségünkben is el lehet játszani. Szóval. Következő javaslat. Sajnos, srácok, ez van. Nem tudunk mindenkinek segíteni, ezért nem is fogunk. Megkérünk titeket, közösségben vagytok, mindenki keresse meg magához a legközelebb állót, és fogja meg, és menjetek el együtt. Olyan szakmában dolgozom, ahol ez teljes mértékben igaz. Ha akarsz valamit, meg kell találnod azt a valakit, aki meg tudja neked csinálni. Na most sokszor azt hiszitek, hogy ebben az esetben, aki például egy alacsonyabb Mastery rankon van, mint én, sokszor azt hiszitek, ebben az esetben én lennék az, aki nektek tud ebben segíteni. Tévedtek. Nem én vagyok az, aki tudni segíteni. Nem azért, mert nem akarok. Azért nem akarok, hogyha például egy alacsonyabb Mastery rank esetében nem én vagyok, aki tud nektek segíteni, mert én magasabb Mastery rankon járok, és más felé, és másképp gondolkodom is a játékról. Egy olyan társat kell találnatok, ami hasonló veletek, Mastery rangban és játékban, mert ugyanarra van szükségetek, és együtt könnyebben eléritek, mint velem, például. De ott van például Falco, aki hozzám, én most leszek 17-es Mastery rankú, ő 21-es Mastery rankú, ő teljesen más dimenzióban jár a játékban, mint én, és gyakorlatilag, ha valami olyan gondja van, akkor ő már nem tudom, az atya úristent keresi meg a gondjával, és a saját társaságát, a 20-as Mastery rangosokat keresi meg, nem engem a 17-es, mert valószínűleg nem fogok tudni neki segíteni. És épp ugyanabban a klánban vagyunk, tehát leülünk néha megdumálni, de inkább én tanulok tőle. Szóval érted, tudok tenni javaslatokat, de mindig tud valami jobbat mondani. Szóval a lényeg az, hogyha én például segítséget kérek valakitől, akkor olyantól kérek, aki velem egy Mastery rangon van, mert ugyanazokat a célokat keressük abban a Mastery rangban, azon a szinten. Szóval remélem, hogy érthető volt az apróklán szabályzat. Szóval kövessétek figyelemmel, Facebookomon ott lesz, hogy hogyan kell megrépni a rangokat a klánon belül, Lich King-eknek kötelezően kell följárni TS-re, hogy megismerkedjük, mert az egy magas pozíció a rangom a klánon belül, segítséget hasonló Mastery szintű rangoktól kell kérni. Úgy gondolom, hogy ez fair, így fair, azért, hogy megvédjük a saját idegzetünket, a nekromanszereknek, én, mint olyan, mint YouTube-os, több feliratkozó, stb. Megvédjem magamat, ne haragudjatok, ez úgy hiszem, hogy így fair, hogy csak olyanokkal leszek, fogok játszani, akik már valamit letettek a klánban. És azt hiszem, hogy ez így fair. Tehát random ember rám, itt több mint 200-an vagyunk jelenleg, és rohamosan növekszünk. Random ember rám ír, nem tudom, hogy ki vagy, nem biztos, hogy fognak tudni segíteni, és akkor jön a sértődés belőle, hogy a nekro az egy köcsög, nem segít. Sajnálom, ez van, akinek nem tetszik,
nem kell csatlakozni. A másik lényeges dolog, 2 hónap után, ha inaktív vagy, 2 hónap után mész a klánból, ha licsking vagy, akkor is. Ha 2 hónapig inaktív valaki, akármilyen magas rangon lehet, a nekromonszereket sajnos kirakni nem lehet, de ha meg lehetne, akkor ők is mennének. 2 hónapi inaktivitás még egy lichkingnek is búcsú a klánból. Azért, mert működő klánt szeretnénk folyamatosan. Ha Battlefieldben sikerült elérnem, ha Steamen sikerült elérnem, ha minden más játékban sikerült elérnem azt, hogy aktív játékosok legyenek, akkor itt is el fogom érni, és ez nekem egy célom. És azért beszélek ilyen határozottan róla, hogy el fogom érni, mert el fogom érni. És kész. Na, ennyi. Röviden. Bocs. Na, az Alliance-ra rátérve, nagyon röviden, a kedves klánok, akik szeretnének csatlakozni az Alliance-ba, tudnotok kell, hogy egy olyan, egy jó közösségbe csatlakoztok, ahol fangémerek vannak, az az igazság, és nem beszélve arról, hogy a warlordok és a klánvezérek, akik csatlakoznak hozzánk a klányukkal, behívhatnak más klánokat, behívhatnak, és egy csomó mindent megengedünk, mert ez így van rendjén. Nem szeretnék mindent egy kézben tartani, szeretnék, hogyha magától növekedne ez az egész, és jó érzés lehet hozzánk csatlakozni. A másik pedig egy olyan, és ezt tudnotok kell, hogy úgy döntöttük azokkal a klánokkal, akik jelenleg itt vannak, és megalapítottuk az Alliance-ot, hogy az Alliance-on belüli kereskedést mi megengedjük, szóval, de csak és kizárólag trading szabályoknak megfelelően. Szóval one to sell, one to buy, price check, one to trade, és ezt nagyjából egy 2 percenként lehet beérni. Aki spameli a Alliance oldalt, vagy hülyeségeket ír be, akkor megkérjük a klánvezért, az adott klánvezért, vagy ha mi klánunkban van, csinál ilyet valaki, az egyenes úton repül kérdés nélkül. Szóval az, hogy a többi klánvezér hogy oldja meg ezeket a problémákat, azt ők megoldják, de aki a mi klánunkban van, spamel, hülyeséget ír az Alliance chatbe, vagy stb., az így repül, de mi úgy döntöttük, hogy megengedjük a kereskedést. Szóval erre készüljetek föl, hogy időnként lesznek ilyenek is, hogy lehet kereskedni. Az Alliance chaten lehet kereskedni nálunk, szóval aki klán szeretne csatlakozni, erre készüljön föl. Remélem, hogy tiszta volt így a dolog, és átgondolt, és tetszik az elképzelés, és tudom, hogy vannak jó oldala is, vannak rossz oldala is a dolgoknak, hogy aki a videós miatt csatlakozik a klánhoz, az lehet, hogy bebukja, mert nem tudok 6 felé szakadni, és nem tudok figyelni mindenkire, sajnálom. De ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!